Egy év alatt szinte a felére csökkent az elektromos autók iránti kereslet Romániában. A jelenség azzal magyarázható, hogy a kormány kevesebb, mint a felére csökkentette az állami támogatást. Zuhanó repülésben van az elektromos autók iránti kereslet, miután az állam a felénél is kevesebbre csökkentette az állami támogatás összegét. 2023 májusához képest idén májusban 46,2%-kal kisebb lett a kizárólag elektromos meghajtású személygépkocsik piaca. Az állam a Roncsautó Plus program keretében legfeljebb 22 000 lejes támogatást biztosít új elektromos autó vásárlására, míg tavaly ez az összeg 11 000 euró volt, vagyis közel 55 000 lej. Nagy Ede értékesítési igazgató szerint a visszaesést azonban nem csak a támogatás csökkenése okozza. A törvények is befolyásolják ezt. Az egyik törvény az európai megszorítások, tiltások, amik azt mondták, hogy 2035 után elektromos autók lesznek. Na, ahogy változtak a törvények és a kérések, ugyanakkor a politikai helyzetek is változtak, emiatt törölték ezt a dátumot, és kitolták, még nem tudjuk pontosan, hogy meddig. És annak ellenére, hogy csökkentek az elektromos autók, megnőtt a kereslet a motorinás autókra. A szakértő szerint az európai szigorítások törlésével azt érték el, hogy újra növekedett a dízelmotoros autók iránti kereslet. Hozzátette, Romániában mintegy 50 000 elektromos autó van forgalomban, ha pedig a roncsautó programok támogatási rendszerét a kormány finomítani tudja, és a helyi piachoz igazítja, akkor esélyes, hogy újból növekedni fog az elektromos autók iránti kereslet.